Sziasztok! Retrózzunk egy kicsit. Ice Hockey 1981-ből, ugye magyar címén Jégkorong, az Atari konzolra megjelent kis játék, ezzel szeretnénk most foglalkozni. Nem ez lesz a leghosszabb és a leglátványosabb retro gamer bemutató, ezt garantálom, mert hát maga a játék is olyan, hogy nem igazán lehet róla sokat beszélni. Viszont én mégis szeretném megmutatni nektek, főleg azoknak, akik szeretnek nosztalgiázni és mondjuk nem ismerik, mert egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy már ebben az időben is mennyire szórakoztató játékokat tudtak készíteni. Hát 1981, hát valljuk be, az már tényleg nagyon-nagyon régen volt, és a játékipar, hát nem azt mondom, hogy gyerekcipőben járt akkor, mert azért voltak már elég komoly próbálkozások, de hát semmiképpen nem volt még kiforrott műfaj, ez biztos. És tényleg az Ice Hockey egy abszolút mértékben vállalható és aranyos kis játék. Hát, mint ahogy a címéből és ebből a képkockából, amit jelenleg láttok, ki lehet találni ugye, hogy jégkorongozni kell két darab kétfős csapattal. Én fogom irányítani a piros nadrágos, kék inges fazonokat, és játszani fogunk ezek ellen a zöld kertész nadrágos és sárga jogging fölsőt viselő fickók ellen. Egy dologban egyezünk meg, hogy mindannyiunknak vérvörös a feje, biztosan az elfojtott idegtől, hát a hoki az nem éppen a nyugalmas sportokat gyarapítja. Akkor el is indítanám. Jó, tehát vágjunk is bele. A játéknak tulajdonképpen semmi más célja nincsen, mint hogy a megadott időintervallumban, ami ugye most 3 perc volt, fönt láthatjátok a számlálót, minél több gólt lőjünk az ellenfélnek. Nekem most sikerült is egy. És igazából, ami tetszik nagyon ebbe a játékba, az az, hogy elképesztően jó az irányítás. Tehát én most ugye nem kontrollerrel játszom, hanem billentyűzeten, de annak idején kontrollerrel ez még poénosabb lehetett. Tényleg nagyon-nagyon kényelmes, könnyen siklanak a játékosok, nem akad meg, nem csúszkál ide-oda, mint mondjuk a karatéba, nem késleltetett a mozgás, hanem abszolút mértékben átlátható, közben lőttek egy gólt. Illetve ami még tetszett, az az volt, hogy mind a két játékost irányíthatjuk, tehát lehetünk a kapussal is, anyátokba már lealáznak. Vagyis hát annyira nem, mert döntetlen, de hát itt szokott indulni mindig a mély repülés. Na látjátok, ezt mondtam. Tehát, hogy irányíthatjuk a kapust és a játékosunkat is, és ez baromira egyszerűen van megoldva. Tulajdonképpen arról van szó, megpróbálom megmutatni nektek, valahogy megszerzem ezt a korongot a kapussal. Tehát, ha a kapussal vagyunk, és elindulunk lefelé, akkor körülbelül a pálya felénél megakad a játékos, mert addig mehetünk a kapussal, és onnantól át kell passzolnunk a játékosnak. És ez így tényleg elképesztően egyszerűen és átláthatóan meg van csinálva. Jó, most tudom, hogy mire gondoltok, hogy az Atari-nál nyilvánvalóan nem lehet túlbonyolítani a dolgokat. Hát dehogy nem lehet. Hát hány olyan példát láttunk már, hogy egy Atari játék, aminek bot egyszerűnek kéne lennie, olyan szinten túl van komplikálva, amire semmi szükség nincs. 5-3-ra vezetnek, ajjaj. Szóval ezért is nagyon-nagyon felüdülés a Ice Hockey, mert tényleg az ember gyakorlatilag pár perc játék után teljes mértékben ráérez. Cselezgetni is lehet, ezt hogy szerezte meg? Bebágosodott az Atari. Valahogy jól lából lehet ütni a másikat a ütővel, és akkor egy kicsikét elesik, egy pár másodperce ugye előnyt adva nekünk. Jó van, jó lesz ez, jó lesz ez. Ott van, vagyunk a kapuba, 6-5-re vezetnek. Ajajajajajaj, húzzunk bele, gyerünk. Ott van a kapunál. Hú, az elég csírák az ellenfelek, azt meg kell adni, mert hogy azért a kaputól 3 centire onnan nem belőni, hát nem tudom, ezzel biztos nem fog menőzni majd otthon. Ah! Oké, 6-6, de 7-6-ra visszahozzák. Szóval, ami még el kell mondani, hogy elképesztően pörgős, tehát nincs az a probléma se, ami azért Atari játékoknál elő szokott fordulni, és most megint csak a karatéra gondolok, hogy lassú a mozgás, nehézkes, nem igazán tudod átlátni. A nagy fenéket, itt aztán pereg maximális fordulatszámon az egész. Tényleg nem nagyon lehet lenyugodni, és nem nagyon fordul elő olyan helyzet, hogy azon agyalnál, hogy ó, te jó ég, mi a fenét művelek. Jó, vidd a francba, 9-6. És 17 másodpercen van 4 gólt szerezni ahhoz, hogy megnyerjen. Na hát az vicces lesz. 5 gólt, nagyszerű. 13 másodperc, na hát vajon megtörténik a csoda, vagy nem? Ez annyira megalázó egyébként, hogy valahányszor Atari-s játékot mutatok be, ahol mások ellen kell játszanom, mindig veszítek. Hát ez... Hol éri ez meg nekem? Na még egyet belövünk. Jó van, ez volt a vigaszdíjam. Á, megnyerték. Hangeffektekről még egy pár szót. Ugye az Atari-nál a hangeffektek vagy eszméletlenül bedesszül királyak, vagy olyanok, hogy az ember úgy érzi, mintha egy fogpiszkálóval csesztetnék az agyát.
Hát itt inkább az utóbbi helyzet áll fönt. Mondjuk azt tetszik, hogy ha jól hallom, akkor külön hangeffekt van akkor, hogyha ők lőnek gólt, és külön akkor, hogyha én. Kapussal gyorsan kihozzuk, jó. És itt a játékosommal mindjárt megszerzem. Na, ujjjjjj, aha, igen. Amikor ők lőnek gólt, az egy sokkal mélyebb hangeffekttel szól. Jó pofa dolog. A passzolgatásnak, meg a lövésnek a hangja az igazából elmegy. Megszokható, nem ez lesz az Atarinak a csúcspontja, de vállalható, nincs vele különösebb gond. És ott vagyok, amit a videó elején föl is vetettem, hogy nem ez lesz a leghosszabb bemutatóm, hiszen... Hát már megint lőttek egy gólt, megint vezetnek, aj. Hát tényleg jobb lesz, hogyha lezárom ezt a bemutatót, mielőtt még megnézheti... Tényleg jobb lesz, hogyha lezárom ezt a bemutatót még most, mert ezek megint nagyon el fognak engem picsázni. Szóval elmondtam mindent az Ice Hockey-ról, amit szerettem volna. Én azt mondom, hogy próbáljátok ki, főleg, hogyha szeretitek a retro játékokat, mert ez egy igazi ínyenség szerintem közöttük. És hogyha játszotok fel, akkor szerintem próbáljátok meg valaki más ellen játszani, mert biztosan szórakoztató, mint gép ellen, bár így is azért elég nagy kihívás. Mondjuk most 4-2-re vezetek, szóval drukkoljatok, hogy megnyerjem. Bár szerintem ti azt már nem fogjátok látni, mert a videót itt most lezárom. Úgyhogy aki szeretné, próbálja ki, szerintem nem fog vele veszíteni semmit, és... Szóval aki szeretné, nyugodtan próbálja ki az Ice Hockey-t, nem hiszem, hogy meg fogja bánni azt a néhány percet, vagy akár több időt is, amit rááldoz. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!